Sziasztok, itt vagyok egy újabb videóban, mivel hogy már nagyon régen volt videó, még nyáron, ezért most itt vagyok egy új videóban. Tudjátok, minden évben szokott lenni tűzijáték bemutató, ebben az évben is lesz. Nem olyan nagy tűzijátékok vannak most, hanem inkább ez a, ez a gyerek tűzijátékszerűség. Hasonlóak lesznek, mint tavaly, amiket bemutattam. Jelenleg amennyi tűzjáték van, az ilyen négy fajta. Igazából akkor kezdjük is az elsővel. Az első az a sikoly rakéta. Igazából ez 12 lövéses, és 12 darabos, és 200 forint volt a Lidnél. Ebből van négy csomag. Amit a sikoly rakétáról tudni kell, az annyi, hogy meggyújtod, és felszáll, és akkor durra rendjet. Majd ide bevágok róla egy videót. A tűzjáték az egy Diamond Fountain, vagy nem tudom milyen vulkán, ilyet még igazából sose vettem. Ez 6 darabos, és igazából annyi, hogy meggyújtod, és akkor ilyen kitör olyan, mint a vulkán, igazából szikrát szór. Körülbelül 15 másodpercig. Igazából ezért egyébként ezeket a tűzjátékokat az év bármelyik napján fel lehet használni. Ez talán kettes pirotechnikai osztályba sorolható. Ugyanúgy, mint a sikoly rakéta. Így van, az is kettes pirotechnikai osztályba sorolható. Következő dolog, amit minden évben veszünk, az egy gyerek tűzijáték csomag. Ebben 6 darab tűzijáték van, igazából van benne egy ördögpatron, egy varázsvirág, ilyen kicsi varázsvirág, krékingból az a sárkánytojás, sárkánylabda, stroboszkóp igazából, ami meggyújtod és csak villog, méhecske és egy meteor, ami a sárkánytojás. Az első dolog az a ördögpatron. Amúgy egyébként az összes termék Európa pirós, és ez a csomag 2000 forint volt, és ebből van kettő. Akkor most ezt bontsuk is ki. Csak ugye egy kézzel annyira nem egyszerű. Kivettem, ez igazából ez így néz ki. Ördögpatron, biztosan láttatok már ilyet, és akkor térjünk is rá a következő tűzjátékra. A következő tűzjáték ez a mini Camellia Flower, ez a kicsi varázsvirág, bontsuk ki. Ez tök olyan, mint amit tavaly bemutattam, Spinny, azt hiszem az a Spinny volt, hogyha jól tudom. Ezekről is lesz majd ide bevágva a videó, hogy hogy néz ki. Mondom, én ezeket nem fogom tesztelni, hanem inkább bevágok ide róluk egy videó részletet. A következő tűzjáték ez a Disco Flash. Ugye, amint mondtam, ez a stroboszkóp. Ide is van írva, hogy micsoda. Igen, a késleltetés után a termék villogva ég, igazából ilyen fehér színű fényt bocsát ki magából. Bontsuk is ki. Ilyen tűzjátékot én még nem használtam. Nem próbáltam ki, igazából elég furcsa alakja van, de biztosan jó. Kezdő ilyen játékos tűzjáték az a Kraking Ball. Ez a sárkány golyó, talán azt hiszem. Van benne egy sárkánytojás, és akkor szerintem ez a sárkány golyó, nézzük meg. Így is van, ez a sárkány golyó, és ez ilyen műanyaggal van beborítva. Igazából ide van írva, hogy meggyújtod, és akkor erősen recseg, villog. Igazából erről is van fenn videó YouTube-on, akkor nézzük is meg.
Következő dolog az a meteorit, igazából ez a sárkány tojás, és ebben, ha jól tudom, 10 fókusz, 12 darab van. Hát most elég rossz a fókusz, de így talán. Ugye engedély nélkül egész évben használható. Akkor bontsuk is ki, igaz, szerintem már mindenki látott sárkány tojást, de azért nézzük meg. Így néz ki, igazából több színű, de amit például van itt zöld, meg sárga, meg kék. De itt meggyújtod a konócot, és akkor eldobod, és akkor ez is szikrázik, meg villog. Következő dolog az a Crazy Bee, igazából ez a méhecske, ami tök hasonló, mint a varázsvirág. Ez is olyan, hogy eldobod, és akkor ilyen színesen pörög igazából. Akkor bontsuk is ki ezt is. Ez a Crazy Bee, ez így néz ki. Igazából tök olyan a kinézete, mint a varázsvirág. És ugyanazt is csinálja. Na látod? Na ennyi is lett volna ez a tűzjátékos videó, amit mondtam, hogy nincsen sok tűzjáték, és ami van, az is ilyen gyerek tűzjáték. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és sziasztok!